Két felnőtt mellett junior és kadettkorú játékosokkal utazott Tatabányára az NKS, ahol az első negyedet 9 ponttal nyerte a rutinos kosarasokat felvonultató házigazda. A második 10 perc is a hazaiaké volt, a nagy szünetben már 23 pont volt a nyíregyháziak hátránya. A folytatásban szorosabb lett a mérkőzés, a harmadik negyedben már csak 3 pontot tettek hozzá előnyükhöz a hazaiak. A záró szakasz pedig a vendégeknek sikerült jobban, 9 pontot tudtak faragni a hátrányból, de így is 17 pontos vereséget szenvedett Farkasinszky-Gyuláni együttese. Az első fél időben úgy nézett ki, hogy ez sokkal nagyobb arányú vereségbe fogunk beleszaladni, mert nem igazán voltunk hajlandóak azt a keménységet és azt a ritmus fölvenni, amit a hazai csapat próbál diktálni. A második fél időre sikerült valamilyen szinten megértetnünk, hogy azért az mégis egy idősebb játékosokra van szó, hogyha futunk, akkor esetleg előnybe is kerülhetünk, és ugye ez a második fél időben látszott is, főleg úgy, hogy a negyedik negyedet sikerült így meg is nyernünk, akkor már valamilyen pontosabban dobtunk. Az első fél időben valóban olyan volt, mint hogy a macskaegér harcot játszanánk, rutinosan kipasszoltak bennünket, tehát hiába zártunk oda, hiába léptünk oda, ők ismerték a passzolásnak az összes csinyát, minyát, meg ugye csak néztünk, hogy ugye így is meg lehet ezt oldani. Főleg amikor megbeálltak a zóna védekezésre, akkor azt hiszem, hogy kintről abszolút nem találtunk be, palánk alatt teljesen súlytalanok voltunk, tehát nem is volt esélyünk, hogy mi ezen a mai napon ott mérkőzést nyerjünk. Itt a második fél időben már csak próbáltunk szépíteni azon az eredményen, ami az első fél időben kialakult. A nyíregyháziak a zárófordulóban Budapesten az ELTE-be az Újbuda ellen lépnek pályára. Ez egy jó szerkezetű csapat, tehát ugye ugyanúgy az A-ból lejátszanak azok a játékosok, akik ugye ott kevesebb játékpercet kapnak. Tehát mi azért fogunk most fölmenni, hogy egy olyan jó mérkőzést játszunk, és úgy búcsúztassuk ezt az évet, amit végül is megérdemelnek ezek a fiatalok, akik azért igencsak keményen dolgoztak itt a végén, és azért nagyon szép eredményeket sikerült azért hozniuk, tehát azért voltak olyan mérkőzések, amikre megint azt mondtuk volna, hogy hát nem biztos, hogy ez meg lesz, mégis olyan lelkerőről és akaratról tettek tanúbizonyságot. Na, azért az is lehet, hogy most ugyanez lesz ez az utolsó mérkőzésen, itt megtátosodunk, szárnyalunk és akár mérkőzés is nyerhetünk. Az amatőr NBA egy tabelláját a TFS-e vezeti 23 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 22-2-vel álló csatadíjasét. Az 5 győzelem mellett 20 vereséget szenvedő nyíregyházi kosársuli, amíg bennmaradás jelentő 12. helyen várja a zárófordulót.